Ez a kívánságszolgálata heti tévé kívánság műsora. Jó napot kívánok mindenkinek! Egy tartalmas fél órát ígérhetek, ha tehetik, tartsanak velünk! Szokásos elérhetőségeinket a képernyő alján olvashatják, és mára is hoztam egy napi gondolatot, mely Balázs Béla költő, író, filmrendező tollából származik, és a következőképpen hangzik. Örökké maradandó helyzetek nincsenek, a történelem ritkán old meg konfliktusokat, többnyire tártalanná teszi őket. Mindenképpen elgondolkodtató sorok. A mai műsorban felidézünk egy korábbi beszélgetést, amikor is itt a stúdióban Rita énekes volt a vendégem. Már csak ezért is érdemes lesz ma minket választani, de szokás szerint ma is az önök üzenetei kapják a főszerepet, ezek közül nézzük is az elsőt. Rábai Bianca SMS-ben írt nekünk a ma elhangzó összes felvétellel köszönti név és születésnapos barátnőit, Magai Júliát, Nagy Esztert és Győri Angélát. Mindegyiküknek nagyon sok boldogságot és jó egészséget kíván. Debussy Arabesque című darabját hallgatjuk meg Tóth Kamilla zongora művész előadásában. Thank you.
Páncélos Hajnalka Szegedről kérte a következő dalt, szeretettel küldi mindenkinek, aki szereti. Most ébredj fel a felvétel címe, az Eldorado együttessel folytatjuk. A szó, mivel elengedtél engem, úgy ég magába zár az érzések bőtöne. Lehunyom szememet, várom a telefont még, és hullanak a könnyeim a kezemre. Semmi baj, hé, nevetek én. A szívemet összetörted, most félek én. Elhagyott a tegnap öröme. Lehunyom szememet, várom a telefont még, és hullanak a könnyeim a kezemre. Semmi baj, hé, nevetek én. Minden héten hétfőn, szerdán és pénteken 2:30-tól várom Önöket új adással, itt a Heti TV képernyőjén. Az ismétlést vasárnap 13 óra 15 perctől tekinthetik meg, ekkor a heti három műsort egymás után megszakítás nélkül levetítjük. Pintér Zita Keszthelyen szeretné meghallgatni a következő dalt, ennek semmi akadálya, fogadja nagyon sok szeretettel. Peller Anna és Peller Károly következik, a dal címe Éjjel az Omnibusz tetején. Gyere, tubicám, ülj ölembe, cicám, hisz nincsen abban semmi szégyen. Újítsuk föl, hogy volt régen, mikor te meg én, addig a trejtek én, egymással lehetünk szerelem terén. Ürügyeztek a fák, de idottod a szár, a Von Peticsben banda játszott, messziről egy szárkon átott szár, a nót a száj, amíg az estáj, az omnisek rám szállt, gyönyörrel vártam. Éjjel az omnibusz tetején, emlékszel kicsikén, de csuda volt. Mennyi korogtak a kereket, felettünk nevetett, a teli volt. Miközben lalavacskák bandukolt a gudánát, elhangott a védőek a csalámpát. Éjjel az omnibusz tetején, emlékszel kicsikén, de csuda volt. Az idő eljárt, a múltnak vége már, egy csók ma nem tart oly sokáig, Oktogontól Krisztináig állna szőrt helyett, ma pensgőt rendelek, a drága lányka mégse édesebb.
kis legény lakás, Patim és brilliáns, hiába hatnak idegemre, szebb volt mégis a lizsetbe, bent is pamlagyám, és autóvársonyám, honvágyam ész az omnicsöt budám. Éjjel az omnibusz tetején, emlékszel kicsikém, de csuda volt. Nem mikor rogtak a kereket, felettünk nevetett a teli volt. Mi közben a lovacskákban dögöltek Budán át, eloltott a mégi ajkacs a lámpát. Éjjel az omnibusz tetején, emlékszel kicsikém, de csuda volt. Omnibusz tetején, emlékszel kicsikém, de csuda volt. Rendes Béláné Újpesten köszönti barátnőjét, Bokor Jutkát közelgő születésnapja alkalmából a ma elhangzó összes felvétellel. Nagyon sok boldogságot és jó egészséget kíván neki. Vékony deszka kerítés, ezt a dalt hallgatjuk meg Regián Melinda és Dobos Zsolt előadásában. Vékony deszka, vékony deszka, vékony deszka kerítés. Átlátszik-a, átlátszik-a az ölelés. Ölelj, babám, hedületre, nem vetem a szemedre. Ötször, hatszor, hétszer, nyolcszor, kilencszer megölelek. Ölelj, babám, hedületre, nem vetem a szemedre. Ötször, hatszor, hétszer, nyolcszor, kilencszer megölelek. Vékony deszka, vékony deszka, vékony deszka kerítés. Átlátszik-a-cika, átlátszik-a-cika, átlátszik az ölelés. Hogy megted ezt megtenni, a más babáját szeretni. Ötször, hatszor, hétszer, nyolcszor, kilencszer megölelni. Hogy merted ezt megtenni, a más babáját szeretni. Ötször, hatszor, hétszer, nyolcszor, kilencszer megölelni. Hogy merted ezt megtenni, a más babáját szeretni. Ötször, hatszor, hétszer, nyolcszor, kilencszer megölelni. Hogy merted ezt megtenni, a más babáját szeretni. Ötször, hatszor, hétszer, nyolcszor, kilencszer megölelni. youtube.com/kívánságszolgálat. Ezen a címen tértől és időtől függetlenül visszanézhetik korábbi adásainkat, sőt, bíztatom önöket, iratkozzanak is fel erre a csatornára, így első kézből értesülhetnek a frissen feltöltött, megtekinthető videókról. Álljon itt egy újabb üzenet. Telkes Károlyné SMS-ben kérte a következő dalt, egy korábbi adásunkban látta a felvételt, és szeretné újra meghallgatni és megnézni. Itt születtem én is, énekel Turay Kis Mária. Itt születtem én is, szép Magyarországon. Nem könnyű az élet, de gyönyörű tájon. Ki jut
Jámbor Jánosné érden szeretné szebbé tenni a mai délutánját kedvenc előadója következő felvételével. Egy dal csak az élet, énekel Pere János. Néha, hogy feljön az est, a nap a véget ér, régi kedves nóta szót hoz felém a szél. Nem találom a helyem, ki tudja, miért van így, és ki tudja, miért ilyen bolond a szív. Egy dal csak az élet, egy emlék talán, de szívemben még ma is ott muzsikál. Volt egyszer egy prímás, s egy szép szemű lány, a hegedű néki szólt száz éjszakán. Hol az a régi nyár, rég messze tűnt, egyetlen dal maradt csupán nekünk. Hát játszd azt a nótát most még egyszer el, bár nékem már semmi más, csak az életem. Elfelejtett szerelem még néha visszatér, róla mond mesét az ég, őt látom csak én. Álmaimban valahol még táncol egy leány, s néha arra gondolok, hogy vár még rám. Egy dal csak az élet, egy emlék talán, de szívemben még ma is ott muzsikál. Volt egyszer egy prímás, s egy szép szemű lány, a hegedű néki szólt száz éjszakán. Hol az a régi nyár, rég messze tűnt, egyetlen dal maradt csupán nekünk. Hát játszd azt a nótát most még egyszer el, bár nékem már semmi más, csak az életem. Ahogyan ígértem önöknek a műsor elején, itt van velem a stúdióban Rita. Szervusz, nagyon sok szeretettel köszöntelek. Nem kevés idő eltelt, hogy legutóbb beszélgettünk, és sok mindenről fogunk most szót ejteni. Mindenek előtt egy hogy vagy kérdést hadd szögezzek feléd is. Szia, köszönöm szépen a meghívást. Remekül vagyok igazából. Pörög a munka ezerrel, új dalokon dolgozunk, de majd minden sorjában elmesélek. Ugye itt van az Újra lélegzel, egy új klip is, nem olyan régóta már láthatjuk a legnagyobb videó megosztó portálon, és így olvasgattam a kommenteket. Abszolút pozitív visszajelzések érkeznek, úgyhogy abban csak tényleg lubickolni lehet. De nézzük egy picit az alkotó munkát. Hogyan kapsz te mondjuk meg egy dalt? Hogyan mondod ki az igent egy adott dalra, hogy igen, ezt hajlandó vagyok elénekelni, mert azonosulni tudok vele? Szóval ebbe egy picit avasd be minket, hogy mi történik a háttérben. Azt történik a háttérben, hogy Kovács Ádámmal dolgozom együtt. Ő megkeres engem, Rita, írtam egy dalt, ami szerintem hozzád passzolna, átküldi nekem, ő felénekli, feldemózza, én ezt meghallgatom, és hogyha szívügyemnek érzem, akkor elvállom, és azt mondom, hogy csináljuk. Van, amikor azt mondod, hogy nem? Igen, volt már erre példa. Igen, amikor azt mondtam, hogy szerintem ez nem én vagyok. És akkor ilyenkor milyen a viszont reakció? Azt, hogy rendben. Semmi gond, jön a következő. Igen, majd elfogadja, igen. Vagy azonnal küld másik hármat, hogy válogassam. Mi kell ahhoz, hogy egy darra te azt mondtad, hogy igen, hogy az a tied? Egy kicsit magaménak kell éreznem, tehát így a lelki világomat is tükrözik a dalok. Meg persze én is azért belenyúlhatok, ha valami nem tetszik, vagy egy dallammódosítás, egy szövegrészlet, úgyhogy mindenképpen közös a munka, csak ő a szerzője. Szigorú vagy akár magaddal szemben is ilyenkor, amikor egy dalt egyáltalán elválasz, és utána nyilván jönnek a stúdió munkálatok, meg minden, ami ehhez párosul?
Igen, nagyon szigorú vagyok. Amikor a stúdióban is vagyunk, akkor is állandóan úgymond szidom magam, hogy jaj, ezt vegyük újra, még egyszer lesz ez jobb is. Igen, nagyon szigorú vagyok. Sokszor hallgatjuk vissza a stúdió munkákat is. Ádám még szigorúbb szerintem, kettőnk közül ő az, aki a legszigorúbb. De ez így helyes valahol, nem? Mert igen. A végeredmény meg önmagáért beszél utána. Tehát most is egy olyan képi világgal rendelkező klippet kaptunk, amit majd mindjárt megnézünk. De ne szaladjunk ennyire előre, hiszen ott van a Dal című vetélkedő is, ahol, ha jól tudom, még drukkolhatunk is esetleg, érted? Igen, most a legújabb dalunkat azt beküldtük ebbe a produkcióba. Nem tudom, hogy beválasztják-e. Köszönöm szépen, hogyha szurkoltok, meg velem vagytok, kiderül. De előbb-utóbb úgyis szembesülhetünk azzal a dallal, tehát most akár független a beválogatástól gondolom, idővel az is szép klippet kap, szépen mindent meg lehet nézni, hallgatni azzal kapcsolatban, és tehát igazából nem maradunk le semmiről. Igen, sőt, rajtam kívül egy másik lány is szerepelni fog benne, egyelőre nem árulom el a nevét, de egy nagyon tehetséges táncos lányról van szó. És szerintem csodálatos klipet fogunk hozzá alkotni. Ádámnak már most megvannak az ötletei, úgyhogy nagyon várom a forgatást. És ha visszatérünk az Újra lélegzel kliphez, erről is egy picit még meséljünk, hogy milyen volt maga a klip forgatás. Azért ott a híd közepén állni a legelején, nyilván nem volt akkora forgalom már, de eleve olyan hangulata lett és olyan atmoszférája az egésznek, amitől már csak úgy ott ragad az ember, és akkor még nem beszél arról, hogy kapunk egy dalt is hozzá. Egy picit erről mesélj nekünk, hogy ez hogyan épült fel, mennyire volt beleszólás. Meddig tartott maga a forgatás, milyen élmények voltak? Ádámmal dolgozni nagyon egyszerű, mert általában én készhez kapom a dolgokat, hogy neki ezek az ötletei vannak, mit szólok hozzá. És akkor általában egyet szoktam érteni vele, van, hogy nem, de ilyenkor jól megvitatjuk a dolgokat. Az volt az ötlet, hogy menjünk fel a Gellért-hegyre, és akkor onnan ilyen kilátásos vágójelenteket vegyünk föl, és utána pedig azt mondta, hogy jó lenne, hogyha a Szabadsághídon is forgatnánk egy kicsit. És ez így is történt, lementünk, és akkor mindig úgy vettük föl, hogy besétáltunk a híd közepéig, akkor megvártuk, még elmegy a villamos, utána gyorsan felénekeltem egy szakaszt, utána visszasétáltunk. Egyikötök nézett az egyik irányba, a másikotok a másik irányba is szól, hogy jön valami. Úgyhogy izgalmas volt ez a része is. A másik részét a Velencei tónál forgattuk, Gárdonyban, ott pedig nagyon meleg volt, szerintem ez vissza is adja valahogy a klip, és ennyi. Igen, mondjuk Ádám már többször volt szintén ebben a székben, és beszélgettünk. Valóban ő határozott elképzeléssel érkezik, és főleg, ha még azonosulni tudsz is vele, akkor mondhatnánk, hogy de jó, de könnyű, de nyilván azért itt sokkal többről van szó, mert szigor is van mellé, és igenis a végeredménynek tökéletesnek kell lenni. Azért lassan közeledünk a 2021-es év vége fele. Egy picit mérlegre is tehetjük a mostanit, meg akár előre is tekinthetünk, hogy számodra milyen volt, és mit vársz. Igazából ez az év teljesen új volt nekem, hiszen most csöppentem bele ebbe a dalkészítés, meg klipforgatás rejtelmeibe, és csak reménykedni tudok, hogy jövőre is így haladunk tovább. Rengeteg tervünk van, például itt most a következő lépcsőfok a dal, ugye, igen. Hogyha esetleg bekerülne a dalunk, akkor ugye az jövőre lesz maga a vetélkedő. És vannak tervek, vannak célok, tovább ezen az úton, dalokat csinálunk, írunk, forgatunk. Köszönöm, hogy eljöttél. Folytassuk majd ezt a beszélgetést, úgyhogy csak néhány hétre engedlek el, és úgyis lesz ott újabb klip, meg bőségesen miről beszámolni. Vigyázz magadra, ez a legfontosabb, és akkor nézzük meg közösen ezt a klipet. Mint a fakó vízfesték, próbál szint vinni az üres falra, de mégis halvány múló kép, mert jön még más, és szebb pedig ér a holnap, nem nyomja víz alá, kétség az arcodat, kapsz levegőt, ott lát belül. Újra éled benned a tűz, és érzed azt, hogy nem múlhat el, mert újra lélegzel. Lélegzel. Csak egy szürke karcapal
az minden rossz emlék. Leporoltuk az összes üres sablont, elfeledtük, hogy bennünk él. Mert jön még más, és szebb pedig ír a holnap, nem nyomja víz alá. Kétség az arcod a kapsz levegőt, ott legbelül újra éled benned a tűz, és érzed azt, hogy nem múlhat el, mert újra lélegzel. Kapsz levegőt, hogy legbelül újra éled benned a tűz, és érzed azt, hogy nem múlhat el, mert újra lélegzel. Elérkeztünk mai műsorunk végéhez, legközelebb is változatlan szeretettel várom Önöket. Nagyon szép napot kívánok mindenkinek, vigyázzanak magukra, viszontlátásra!